Térségünk és Pécs sváb múltja egészen az óvodáskortól az egyetemig a német nyelv oktatása miatt erős befolyással van a gazdasági életünk fejlődésére is. Ez abban is megnyilvánul, hogy például az elmúlt években számos német cég telepedett le Pécsen. Az oktatási kulturális közeg meghatározásáról és az elmúlt évek, de különösen az új német kormány megalakulása óta kirajzolódó gazdasági együttműködésekről és a jelenlegi német-magyar viszonyokról szólt a Matthias Corvinus kollégium Alapítvány Pécsi központjának legutóbbi pódium beszélgetése. A magyar-német kapcsolatok hagyományosan nagyon jók. Itt ugye egy nagyon több száz éves, akár ezer éves kapcsolatról beszélhetünk, és jelenleg abszolút jók a kapcsolatok, a gazdasági kapcsolatok, a társadalmak közötti kapcsolatok. Nyilvánvaló egy másik kérdés, hogy a politika kapcsolatok hogy alakulnak. De azért itt is látok pozitív jeleket, ugye pont a minap járt Palkovics László miniszter Németországban, ahol a közlekedési miniszterrel tárgyalt, és ugyanúgy vannak számos kapcsolódási pontok a német politikához, német közélethez. Én úgy látom, hogy alapvetően a német társadalom, meg a magyar társadalom sok mindenben egyetért, sok mindenben viszont más elképzelésünk van, akár a jövőről, akár Európát, hogy alakítsuk. Őszintén kell Európában ezeket a kérdéseket megvitatni, és a magyar-német kapcsolatok is szerintem egy olyan időszakon is át tudnak esni, amely esetleg arról szól, hogy különböző megközelítésben látjuk a világot, de egyébként pont az aktuális krízis alapján megfigyelhető, hogy a németek meg a magyarok nagyon sok kérdésben nagyon hasonlóan gondolkodnak. Gondolhatok itt akár az energiaszankciók kérdésére, vagy az egész ukrán háború megítélésére is. Vémént sváb német nemzetiségű település. Jó példája annak, hogyan működik egy kárpát-medencei olvasztó tégely, mondta Szalonna Zoltán polgármester, aki egyben a magyarországi németek országos önkormányzatának tagja is. Véménden a második világháború idejéig, illetve utána is megtalálható volt zsidó, rác, cigány, székely, felvidéki és sváb nemzetiségű emberek. Kiknek az együttélése abban az időben kicsit nehézkes volt, aztán a 60-as években a vegyes házasságok elindulásával kezdett nyitni ez a történet, és én úgy gondolom, hogy most Véménden ezek a nemzetiségek nélkül azért elég sok színfolt kultúra tűnne el a falunak az életéből. Úgyhogy a kérdésre a válasz, az együttélés az sikerült. Sikerült úgy, hogy mindenki meg tudta tartani a saját identitását, tudunk egymásnak segíteni, és tudjuk élvezni egymásnak a vidámságát. Vajon a németek mennyire veszik figyelembe a baranyai svábság több száz éves múltját? Fontos-e számukra, hogy nemzetiségük szép számmal és régóta itt él? Segítheti-e a gazdasági és egyéb téren lehetséges kapcsolatainkat velük? Többek között ezekre a kérdésekre is keresték a választ az MCC legutóbbi pódium beszélgetése alkalmával. Dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója szerint, akik ismerik az itteni svábság németség helyzetét, azok pozitívan szemlélik ezt. A legtöbb német manapság már nem tud magyarországi németek helyzetéről, illetve arról, hogy itt egy aktív és nagyon tényleg aktív német közösség van, ezt nem tudják, és akik felismerik ezt, vagy rájönnek, azok pozitív meglepetésként veszik ezt, hogy itt ennyi ember németül beszél, ugye, hogy az óvodák van, akár németül lehet óvodával járatni a gyereket, akár az egyetemi tanulmányokat németül lehet végezni. Ez egy nagyon pozitívum, és Magyarország kiemelkedik. Magyarország ugye 13 nemzetiség van, és példamutató a magyar kisebbségi politika. A németek erre pozitívan rezonálnak, csak meg kell nekik mondani, el kell nekik magyarázni, hogy működik, mert sok mindent nem tudnak hazánkról, és az a lényeg, hogy információkat adjunk nekik, tárgyszerű információval tudjunk szolgálni és megmutatni nekik Magyarországnak különböző aspektusait. A pódium beszélgetést követően az érdeklődő közönség kérdéseket tehetett fel, véleményt alkothatott a hallottakról.